A megjelent a Ketev Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte. Mi karcagiak büszkék lehetünk arra, hogy őrizzük hagyományainkat, őrizzük a gyökereket. És amikor visszaemlékszünk, hogy nagyszüleink, dédszüleink történetéből milyen sokat elfelejtettük már. És jó lett volna felvenni magnóra, filmre, vagy leírni. De az is nagyon sok, amit meg tudtunk jegyezni. És azokat is tovább kell adni a gyermekeknek. Tovább kell adni hagyományokat, történeteket, sztorikat, és tovább kell adni ízeket is. Hiszen nagyon sok olyan étel van, amit gyermekkorunkban ettünk kisebb-nagyobb lelkesedéssel, de ma már valahogy kikopott a konyhából. Régi karcagi, hagyományos ételek. De megmaradtak azok, akik az idő rostáján nem hullottak ki. Ilyen a, jól érzem az illatát, ugyan nem néztem meg, de ilyen a karcagi birka pörkölt, amire Hubay Imre elnök úr azt mondta, hogy a Ferdinándnak az előétele. Mert az édeshez előtte valami kicsi sósat csipegetni kell. És ilyen a Ferdinánd is. A családi nap keretében megrendezett Ferdinánd futamhely történeti vetélkedőt dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter nyitotta meg. Elmondhatjuk azt büszkén, hogy Karcagnak saját történelme, a kunoknak saját öntudata van, saját identitása, népművészete, hímzése, népdalkincse, építészete, határnevei, egyház és vallásos emlékei, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami bizony más településeken nem áll rendelkezésre, a más települések nem dicsekedhetnek vele. De ez mindez csak akkor igazán érték, ha tudjuk, ha megismerjük, és hogyha be tudjuk mutatni, hogyha elő tudjuk adni, ha rá tudunk gondolni, ha valaki megkérdezi tőlünk, el tudjuk mondani. Az, hogy mi mondjuk maradjunk a Ferdinánnál, mi egy helyben mi a híres sütemény. Hát itt nekünk van saját süteményünk. Rétes sok helyen van, torta sok helyen van, meg újabb sütemények is vannak, muffin, meg mit tudom én, mik vannak, de Ferdinánd csak itt van. Karcagi birka pörkölt csak itt van, kunhímzés csak itt van, karcagi kiskapu, faragott kapu az csak itt van, és még sorolhatjuk ezeket az értékeket, amelyeket sikerül megismerni, bemutatni, akkor mindannyian gazdagabbak lesztek általa, bárhova is vett benneteket az élet, ha megkérdeznek benneteket, ti tudjatok a legtöbbet azért a saját szülővárosotokról. Ne érjen olyan meglepetés, hogy valaki, egy érdeklődő, egy idegen, egy Wikipédián tájékozódó, esetleg olyan dolgot mond, amiről nem tudtok ti, akik helybeliek vagytok, akik ide születtetek. A megnyitón közreműködött Simon Évike aranypávadíjas népdalénekes Csalló közi dudanótákkal. Az egésznapos családi programon bemutatkoztak a borsodnádasdi hagyományőrzők a Molnár Kalácsostya sütéssel, a Táncoló Tulipán Kunhímző Egyesület, Szabó Katinka kisújszállási szalmafonó, valamint a Márkus Ica hagyományőrző népdal és nótakör egyesület, csigacsináló és Ferdinánd sütő bemutatóval. Délelőtt Sűr és Rozika a népmesemondó, délután pedig a Láda Fia Bábszínház szórakoztatta a gyerekeket. A családi nap a Tárkány Trió koncertjével zárult. A Ferdinánd futam levelezős hely történeti vetélkedő záróakkordját, a döntőt az alsó tagozatosok a gazdaház udvarán, a felsősök pedig a várost járva állomáspontokon teljesítették, melynek lebonyolításában közreműködtek Keserűné Ébner Tünde és Ferenci Péter, Tamásné pedagógusok. Az eredményeket egy szakmai zsűri értékelte ki, melynek tagjai dr. Pintér Zoltán Árpád történész, középiskolai tanár, Illyás János egyetemi hallgató, helyi történetkutató, valamint Gánóczi Ferenc középiskolai tanár. A zsűri elnöke dr. Pintér Zoltán Árpád köszöntötte az eredményhirdetés résztvevőit. Első korcsoportban első helyezettek lettek a Kunbabák, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Telentum óvoda első osztálya és a Csipetke csapat, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Telentum óvoda második A osztálya. Harmadik helyen végzett a Marcellin csapat, a Szent Pál Marista Általános Iskola első B osztálya. Emléklapot kaptak a Kunbarikák, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda első A osztálya, és a Szakértők, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda második B osztálya.
Második korcsoportban első helyezett lett a Kunhalom. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 4. A osztálya. Második helyen a Kamilla Virágok. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 4. A osztálya. Harmadik helyen a Kovácsos Cukrászok. A Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola 3. B osztálya végzett. Emléklapot vettek át a Nagykun Magoncok, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 4. B osztálya, és a Kumbabák, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 3. A osztálya. Harmadik csoportban első helyezett lett a Turul Madarak csapata. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 6. B osztálya. Második helyen a Györfi Trió, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 5. B osztálya. Harmadik helyen a Mazsolák, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola, Kiskulcsosi Általános Iskolájának 5. A osztálya végzett. Emléklapot kapott a Tepsi Füles csapata, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 5. B osztálya. Negyedik korcsoportban első helyezett lett a Kunok csapata, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 7. A osztálya. Második helyen végeztek a Pusztai Rókák, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 7. B osztálya, és harmadik helyen végzett a Kis Kukták csapata, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola 8. A osztályából. Emléklapot vettek át az Erős Pisták, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola 7. A osztálya.